A kilövés pillanatai 35 évvel ezelőtt, 1980. május 26-án a Szojusz 36 fedélzetén indult útjára az első és mostanáig egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan. A 36 évvel ezelőtti űrrepülésre emlékeztek a Budapesti Műszaki Egyetemen. A rendezvényen Farkas Bertalan mellett a Szovjetunió által vezetett Interkozmosz program több más egykori űrhajósa is részt vett, köztük a tartalékos Magyari Béla. Az egyhetes rendezvény sorozatot a Hungarokontroll is támogatta. Farkas Bertalan a Monitornak mesélt élményeiről. Mint mondta, a fellövés előtti órákban már nem volt ideje izgulni és félni, mindenki nagyon várta már az indulás pillanatát. Hát ma reggel, ahogy fölébredtem, valóban eszembe jutott, hogy mit csináltunk ezelőtt 35 évvel. Hát ott nagyon feszült hangulat uralkodik, viszont hihetetlen optimisták az emberek, akik körülvesznek téged. Mindenki beléd akar csípni, mindenki kezet akar fogni, vagy meg akar ölelni, hogy ne nyugt, minden rend, mindent megcsináltunk azért, hogy tökéletesen sikerüljön minden. Valerijjel nagyon sok mindent még átbeszéltünk, a mérnökeinkkel, orvosokkal, átestünk az utolsó orvosi vizsgán, és akkor mosolyogva mondták, hogy igen, zöld utat kaptunk, és én azt hiszem, hogy ez volt az legfontosabb. Nagyon nagy nyugalmat jelentett számomra, hogy a Valeri kétszer volt már fönt a világűrben, és hát ő gyakorlatilag mindent tudott másodpercet lebontva, hogy mikor mi következik. Ilyenkor már nem a félelem kell, hogy legyen a napi renden, hanem azt félre kell tenni gondolatban, nem szabad ezekkel foglalkozni. A két éves kiképzésen Farkas Bertalan mellett Magyari Béla is részt vett a Csillagvárosban. Azt csak közvetlenül a start előtt tudták meg, hogy végül Valeri Kubaszovval Farkas Bertalan repül. Kubaszov ekkor már tapasztalt űrhajósnak számított. A kiképzésen mindent előre begyakoroltak, a kilövéstől az űrrepülésen át a landolásig. A súlytalanság állapotát egy speciális repülőgépen gyakorolták. Lecsodálatos a dolog, a súlytalanság megismerése, hozzászoktat, adaptációs készség megmarad az embernél, vagy nem, ez volt a legfontosabb. Nem, ez volt számomra is egy kérdője, hogy na vajon milyen lesz a számomra a súlytalanság. És tökéletesen működött minden, és én azt hiszem ez egy fantasztikus dolog volt. Farkas Bertalan arról is mesélt, hogy egy átlagos munkanap az űrállomáson teljesen hasonló, mint a Földön, eltekintve attól, hogy naponta 16-szor látta a napfelkeltét. Jó néhány tudományos kísérletet is végeztek útjuk során. A moszkvai idő szerint 8 óra munka, az egyértelmű volt, 8 óra, hát úgymond szórakozás, hát az 8 óra munka volt, az már ültünk 16 óra, és akkor a 8 óra alvásból én körülbelül 3-3 és fél órát aludtam. Muszáj volt aludni, el is fáradt az ember, de legszívesebben egy másodpercet sem aludtam volna, mert annyira csodálatos dolog volt. Semmi más nem csináltam, csak odaúztál az ablakhoz, az illuminátorhoz, és gyönyörködtél mindabban, amit láthatsz föntről, az is egy óriás. Amikor a földre tekintettél, akkor pont fordított emlékeim maradtak meg, mármint ott fönt. Nem erre gondoltam, arra, hogy mennyire fantasztikus dolog az, hogy életfeltételeket biztosítani tudnak már fönt a világűrben az üresek, szóval dolgozni tudsz, élni tudsz. Amikor a másik ablakon kinéztél, akkor láttad, hogy mennyire vág szemek vagyunk a világ mindenségben. És az mindössze 3-4 méter volt a két elképzelés közti távolság. A Földet szemlélve, és amikor a világűrt szemlélve, óriási különbség. A földetérés az űrutazás legveszélyesebb és legmegterhelőbb pillanata. Az űrhajósoknak a földre való visszaérkezéskor 45-50 G-s túlterhelést kellett elviselniük. Nem volt könnyű a földetérés, de azért mégiscsak jó volt visszatérni. Egy űrrepülés után szerintem minden űrhajós úgy gondolja, hogy ez a második születés. Vagy aki többször fönt volt a világűrben, annyiszor újból megszületett, hányszor visszajött. Csodálatos érzés volt. Farkas Bertalan 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött a világűrben. A magyar űrhajós reméli, hogy az Európai űrügynökség teljes jogú tagjaként Magyarországnak még lesz lehetősége embert küldenie az űrbe. Abban is bízik, hogy a jövő űrhajósának kiképzésében ő is részt vehet.